1723-ban, nem sokkal a török kiűzése után, Magyarországon törvény született arra, hogy az ország köziratait egy közös archívumba gyűjtsék össze, és ott őrizzék. Pár évtizeddel később Pozsonyban meg is kezdi működését az ország levéltára, ami 1922-ben Budára költözik. Első nyilvános könyvtáraink is a 18. században létesültek. Ma a legfontosabb könyvtárunk az Országos Széchenyi Könyvtár, amit 1802-ben gróf Széchenyi Ferenc alapított mintegy 15 000 nyomtatott könyvvel. Nézzük, kik is tartanak rendet ezekben a nagy jelentőségű, hatalmas kincses tárakban. Köziratokat szállítjuk be a levéltárba, illetve a már bekerült iratokat a kutatók számára hozzáférhetővé tesszük. Ha a kutató pontosan meg tudja mondani, hogy mely iratokra van szüksége, akkor azokat az iratokat a megfelelő helyről kivesszük, és akkor csak azt az egy-egy iratot visszük le a kutatóterembe. Érettségi szükséges mindenképpen, illetve a későbbiekben lehet OK-i és tanfolyamon kezelői vizsgát tenni. A könyvtári levéltár nyilvántartó a munkahelyén keletkezett vagy oda beérkezett dokumentumok raktározását, rendszerezését, kölcsönzését és nyilvántartását végzi, könyvekkel, folyóiratokkal, iratanyagokkal, tehát főleg papírral dolgozik. Jegyzékbe veszi a különböző könyveket, folyóiratokat, illetve levéltári anyagokat, majd a meghatározott feltételek alapján rendszerezi azokat. Nyilvántartja az állomány gyarapítási adatokat, osztályozza és rendszerezetten tárolja a különféle dokumentumokat és más nyilvántartásokat. A nyilvántartások vezetésében ma már kiemelt szerepet kap a számítógép. Munkáját segítik a különféle szoftverek és az internet. Használ fénymásolót, faxot és természetesen telefont. Az iratokról és egyéb anyagokról fénymásolatot készít. Központi irattározás esetén az iratokat leltárba veszi, lebélyegzi, ellátja iktatószámmal. Útmutatás alapján elkészíti a katalógus cédulákat és másolataikat. Elvégzi az egyéb kapcsolódó irodai munkákat. Bár kiemelt szerepet kap ebben a munkában a számítógép, de használ hagyományos írószereket is, számológépet, ollót és bélyegzőket. Speciális eszköze a Kardex szekrény, ami acélból készült, és amiben a folyóiratok cím szerint vannak kartonokon, külön tálcán felvéve. 1991 óta dolgozom az Országos Levéltárban. Kezdetben a középkori okleveleknek az adatbázisát szerkesztettem, most pedig néhány éve főigazgatóhelyettes vagyok. Érettségi után tanárnak készültem, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar történelem szakát végeztem el, tehát nem kell feltétlenül levéltáros végzettséget szerezni annak, aki levéltárban szeretne dolgozni. Óriási különbség van a régi és az új levéltáros világ és levéltáros szakma között. Régen minden csak papír alapon termeltek az intézmények, ezek az iratok jönnek be hozzánk. Ma már fokozatosan, de egyre intenzívebben állnak át az elektronikus iratkezelésre. A könyvtári és levéltári nyilvántartó számára egyaránt fontos az épp hallás és a jó beszélő képesség. Fontos számukra az átlagon felüli vizuális emlékező képesség, valamint a jó figyelemösszpontosítás és a szövegértés, illetve a rendszerezés képessége is. Mindezek segítik őket a könyvek és az iratok besorolásában, illetve megtalálásában. Aki ezt a szakmát választja, fontos, hogy a műveltségi tárgyakból, irodalomból és nyelvtanból jól teljesítsen a középiskolában, valamint legalább egy idegen nyelv ismerete is ajánlott. Emellett nem árt, ha e szakma képviselőjét érdekli a történelem, és nyitott a kulturális és a technikai újdonságok iránt. Mivel nyilvántartások vezetésében ma már kiemelt szerepet kap a számítógép, így a digitális kompetencia, az elektronikus média magabiztos alkalmazása elengedhetetlen. Ezen kívül fontos a fegyelmezett, szabálykövető munkamorál. Engem egy életre megfogott maga az épület, meg az itt őrzött iratanyag. Fantasztikus dolog ezekkel az iratokkal dolgozni. Arra törekszünk, hogy digitalizáljuk a meglévő állományunkat, a régi állományunkat. Ez vonatkozik a középkori oklevelekre, 16-18. Századi legjelentősebb iratokra, és ezeket a digitalizálás után elérhetővé tesszük mindenki számára az interneten. A könyvtári levéltári nyilvántartó zárt irodákban, termekben dolgozik, monitor előtt ülve, többnyire egy műszakos munkarendben. A nagyobb könyvtárokban akár két műszak is előfordul. Munkája könnyű fizikai munka, de előfordulhat, hogy cipelnie, emelgetnie és gyalogolnia kell. A papírok könnyen porolódnak, így a klimatizált munkahelyek is szennyezettek lehetnek, ezért a régi könyvekhez, iratokhoz csak kesztyűben lehet nyúlni. Az emelés és a cipekedés hátfájást, illetve mozgásszervi károsodást okozhat. Egészségre ártalmas tényező a tartós monitor előtt végzett munka, mely jó monotónia tűrő képességet igényel.
A porártalom légúti megbetegedések forrása lehet. A felbecsülhetetlen értékű régi kiadványok épségének megőrzése hatalmas felelősséggel jár, ami pszichés megterhelést jelenthet. A régi, különösen értékes dokumentumok speciális tárolást igényelhetnek, például állandó hőmérsékletet és páratartalmat. Ezeken a helyeken az állandóan működő klímaberendezés miatt reumatikus fájdalmak léphetnek fel. A nyilvántartó szakma főleg az érzékszervek épségét, valamint jó beszédkészséget és fokozott figyelemösszpontosítást igényel. A képzésben való részvétel előfeltétele a középiskolai érettségi. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat, pálya vagy szakmai alkalmassági vizsga nem szükséges. Emelt szintű segédkönyvtáros szakképesítés iskolán kívüli oktatásban egy éves képzési időtartam alatt szerezhető meg. A szakképesítés birtokában legjellemzőbben segédkönyvtáros, könyvtári állománykezelő, könyvtári és levéltári nyilvántartó, könyvtári dokumentátor munkakörben lehet elhelyezkedni. Ha karrierjét a könyvtárak, irattárak világában szeretné építeni, felsőfokú tanulmányokkal is folytathatja továbbképzését, és egyetemi diplomát szerezve könyvtárosi, informatikus, könyvtárosi állásokra is pályázhat. A szakma rokon foglalkozásai a kulturális intézményi szaktechnikus, az iratkezelő, az irattáros és az informatikus könyvtáros. A könyvtárakban, levéltárakban mindinkább elterjed a számítógép használata, előtérbe kerül a dokumentumok és az iratok elektronikus megjelenése. A dokumentumok kikeresése helyett bővül az információk szolgáltatása, fokozott jelentőséget kapnak az adatvédelmi feladatok. Mindezekből következik, hogy egyre inkább fontossá válik ezen a területen is az informatikai tudás, és ezen tudás birtokában keresettebb szakemberként jelenhet meg a munkaerőpiacon. Statisztikai adatok alapján ebben a szakmában a bruttó átlagos bér 150 és 180 ezer forint körül alakul. Különösen azoknak ajánlom, akiket érdekel a történelem. Én nagyon szeretem a munkámat. Lenyűgöző dolog gyakorlatilag kézzel foghatóan érezni a történelemnek a súlyát egy-egy dokumentumban, megérinteni olyan iratokat, amelyeket akár Mátyás király, illetve akár Nagy Imre is megérinthetett, és ezáltal szinte személyes kapcsolatba kerülni a történelem szereplőivel. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.